Szép jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Itt vagyunk, megérkeztem. Hát, hogy a Budakalászi alkalommal, így ebben a kedves márciusi novemberben, őrültek 130-al rohantak délnek. Én nem tudtam, hogy miért, akkor csak úgy gondoltam. Amikor elértem Örkénybe, utána két órában megtudtam, hogy miért volt ez a nagy sietség, és aztán Kecskemétől kezdve, ahogy mentem lefele, néztem a hőmérsékletet, hogy mindig nem
plusz egy nulla, és egyre jobban kezdett esni először csak az eső. Aztán a szarvas környékén már picit úgy oldalról kaptam a szelet, és úgy kopogott a kocsiban, de úgy kopogott, hogy azt, na ez ha nagy szerencsém van, nem fagy le, nem meleg volt a föld, és nem fagy le, mert unos eső esett. És beérkeztem 8:30 után 10 perccel Békés Csabára, és 9:30-kor már 1 centi jég borította az autókat. Velem volt a jó Isten, hogy odaértem, és hát muzsikáltunk másnap reggel. A legeslegnagyobb élményem, Békés Csabán megkaptam a Kossuth díjat. Fölmegy a bemondó vállal a színpadra, városi ünnepség van, és eljátszottunk a Kőszívű ember fiaiból egy jelenetet. Huszárok van mindennel, és én kezdtem a Szép szerelem Magyarország című dallal, és ahogy mondja a bemondó, az egyik színész, hogy hát pedig most pedig következnek, és sokkal tűnik, és sokkal színház. Vendégei, akik innen mennek egyenesen. Szépen. Aradra, ahol az egész darabot fogják bemutatni, mint ünnepi műsor. Többek között közreműködik, akik nem a színháznak a művészet, Olcsvai Béla, Kossuth díjas zeneszerző. Mi van? Gyerekek, én nem tudok tudni, ha novéhom van. Nem, szóval ilyen nem. Bemondja, jött lefelé a srác, és a járásban, hogy találkoztunk a színpadon, mondom, köszi szépen, nem, az nem vagyok az. Ne bolondozz! Nem. Nincsenek ilyen díjjal, nem rendelkezem. Én nekem olyan Kossuth díjam, amit az öregektől kaptam. Például a gyímesekben. Ezt a kicsi magyar, hogy tudsz élni. És akkor én ezt hazahoztam, és gitárral, akkordokat hozzátéve elkezdtem játszani Égig élő facinű gyerekműsorommal a dovodákat. És énekelgettem. Hogy ezt a dalt annak idején ott hallottam, nagyon-nagyon meghatározta az életemet.
Aki ma itt lesz, kedves vendégünk, Csemesz Farkas, járt ott Vélemongban a völgyben, sőt, ismeri Rani Gyurit is. Olyan ember ez a Csemesz Farkas, hogy a Rani Gyuri ránézett, és még a kaszát is odaadta néki a kezébe. Nem a Kátinek adja oda, mert a kaszálás az egy olyan dolog, amit úgy lehet rajta mosolyogni. De azon már ilyen meredek egy oldalban. Hajnalban, amikor még el se kél a nap, éppen csak szürkület, neki kezdene. És ahogy harapja az a kasza ott a füvet, azt a sarjút, az annak a hangját még lenn a patak mellett is lehet hallani, abban a csendes világban. Mesevilág, és engem ez a környék nagyon-nagyon-nagyon megihletett. És hát egy alkalommal, mivel több mint most már lassan 40 éve, hogy oda járok vissza ugyanahoz a pásztorhoz, egy alkalommal kényhímes középlokon csupa-csupa négy művészeti tárgot kitéve a művelődési ház mellett. Egy ilyen kis háromszögletű kis tér van. És ott nézegetjük, feleségem mondja, hogy álljunk meg, mondom, de nem érünk oda, mondom, be a völgybe, de álljunk meg, jó, megálltam. Előkaptam a videót, és úgy messziről fényképezgettem a dolgokat, nem szeretem zavarni az embereket, nem tudtam, hogy mi történik ott. És akkor oda jött hozzám egy őszhajú hölgy, és azt kérdezte tőlem, hogy Tántolocs vagy Béla? Mondom, igen, az vagyok. Tudjuk, hogy ide jár a völgybe. Tiszteljen meg már bennünket, mint a völgyből elszármazott emberek vagyunk, akik máshol élünk, és a népművészet különböző ágaival foglalkozunk. Most visszajöttünk, hogy megmutassuk egymásnak, hogy mire jutottunk. Énekeljen már nékünk valamit. Hát én ezt a dalt, ezt a kicsi madár hogy tud széli, megpróbáltam elénekelni. Nagyon nehéz dolgom volt. Sose gondoltam volna, hogy úgy lesz. Úgy kellett kapaszkodni föl a felhőkbe tekintetemmel, mert amikor meghallották a csángók, ezek mindettől egy gyimesi csángó ember volt. Hát kijött a könnye a szemükből. Én körbeve ezt mondtam, hogy körbevittem ezt a dalt a földön, Kubától Ausztráliáig, és mindenhol az itt élő nép tiszta lelkét hirdettem véle. Ezt tettem, és körbevittem. Így 40 év alatt, és akkor, amikor meglátom a szemünkben a könnyed, aki jött, nekem is majdnem úgy veszorult a torkom, hogy nem kapaszkodok fölfele, alig bírtam végig énekelni. Na, ezt hívom én Kusutinak. Hogyha 30 év után azokhoz az emberekhez visszaviszem a dalt, amit tőlük kaptam, és azoknak megérinti a lelkét. Nem tettem hozzá olyat, ami ártott volna néki, de a tisztaságot és azt a kultúrát, amit megőriztek sok ezer éven keresztül, jó mondom, sok ezer éven keresztül, hát akkor hát valahogy így van. Én magam módján. Yeah.
Érdekesebb, de jelente egyáltalán nem regénytelen. Ma délelőtt egy olyan helyen léptem fel, Székesfehérváron, egy biopiacon. Nem az utcasarkon, nem ott van, hanem egy vállalkozó ember, aki elég jól tartja magát, egy móri vállalkozó, Székesfehérváronban megvett egy olyan építményt, amivel régen egy valamilyen üzlet volt, de jó nagy, körülbelül nagyobb, mint ez a helység, csak kicsit keskenyebb, hosszabb. És ezen belül standokat állított fel, és meghívta azokat a termelőket az országból, akik saját maguk készítik azt, amit vel kiállnak. Ez vonatkozik a sonkától kezdve, a bodzalekváron át, a fafaragott tányérokon keresztül, mindenféle portékára, a lényeg az, hogy nincs benne közvetítő. Ez egy lakótelep kellős közepén van, és közvetlenül a termelőtől lehet vásárolni. Ide hívtak meg ennek a megnyitójára, hogy énekeljen. Énekeltem, csináltak egy ilyen kis dobogót, egy ilyen kis katedraszerű, ott érdekes volt, de én ilyen helyeken megpróbálom mondani azt, hogy tessenek odafigyelni a világra, nem fog senki rajtunk segíteni, tessen segíteni önmagát. Saját magunkon, ne saját magunk vagyunk az egésznek a kovácsai. Tessenek odafigyelni, hogy kik vagyunk. És ha mondom magamét, és odafigyeltetek, hogy azért, hogy szép ez a világ, mert a szívem Magyarország, nincs a földnek végig honha, itt a világ minden java. Utána mondják nekem utána, hogy de közben beszélgettek művész úr, nem zavartam, mondom, ne haragudjon. Ebben a világban ne kérjen tőlem elnézést, hiszen a népek megszokták azt, hogy beszélgetnek, hogyha valaki beszél hozzájuk. Mert van egy ilyen beszélőgép a szobában, úgy hívják, hogy televízió, és mellette nyugodtan lehet beszélgetni, enni, inni, mindent. És az iskolában se kell már felelni, nem állítják ki Jancsikát, hogy mondd el a verset. Nem. Arra se figyel oda a többi, nem is tapsolja meg, csak tölti ki a totószelvényt, vagy lottószelvénynek nevezhető tesztlapokat. Ne tessenek ezért elnézést kérni, az a csoda, hogy ide figyelnek rám. Most én ezt ki is használom, és aztán mondom magamét neki. Rendet is raktam egy negyed óra alatt, úgyhogy a végén még meghívást is kaptam különböző más helyekre, meg az emberek köszöngették, sőt a 4 éves kisgyerek is odafigyel rám. Megérzi valahogyan, hogy nem arról akarok beszélni neki, hogy milyen az árfolyam. Nem, egyébként megérzi. Megérzi, tisztességgel oda lehet állni az emberek elé, hogy kevesen vannak. Azon időkben kevesen lesznek. De egyre többen lesznek azok, akik figyelnek. Figyelnek, nem dolog van ma. Boldogasszony szép országába, tündér Ilona aranykertjébe, rend van. Akkor is rend van, ha az a mást hirdetnek. Perceken belül 25-e lesz, gyümölcsoltó boldogasszony napja, most van ideje a meccés időnek. Ilyenkor nem esítenek,
Voltak rontás ellen a fákra, piros szallagokat kötözgettek régen egyes helyeken, hogy nehogy rossz legyen a termés. A méheknek a kaptárába, a kis ajtóba oda tettek egy kicsi ágat, friss ágat, hogy nagyon jó legyen a termés. Igen, ezek bájolások, ezek mind babona, tudom babona, de én mégis hirdetem. Hirdetem, hogy az emberek ezt teszik. Nemesítésnek hívják azt, hogyha nem, azt az ágat hagyom meg, ami rossz. Nem, levágom, nem te nősz. Nemesítek. Igen, de hát ezt az paraszt ember tudja, meg is tanította gyerekeinek, és meg fogja ezentúl is tanítani. Én már látom, hogy a gyerekek is odafigyelnek. Minél jobban, sőt a kicsi. Mi vagyunk a bűnösek, az én korosztályom. A mi gyerekeinknek még nem tanítottuk meg a dolgokat. Én tudom, a sajátjaimnak. Nem azokat a dolgokat tanítottam, amiket kellett volna. Hagytam mi a bizonyos hippi nemzedék. És hittünk, hogy all you need is love! Igen, néztünk benne, aztán közben elvitatkoztam. Illetve mások csábították el őket különböző helyekre. Hát, éppen ezért, ahol lehet, helyre próbálom hozni a dolgot a magam módján. Például. Jobbítani, mert más nem lehet. És ugyanakkor, hogyha csinálja az ember, akkor még jobban oda teszik elé a lábát, a negatív energia. Mert mindig úgy működik, ahol kidugja a fejét a jó, azonnal megjelenik a rossz is. De nem akárhogy. Mostanában úgy szól a dolog, hogy vízentő korszakban van két hullám, alul meg alul. Alul van a szilárd föld, és alatta a föld, az ott van. Közötte fúj a szél, hideg van, és a tetején a teóriák hullámai. Majd megint érőköznek egymással. Mostanában nagy a fölfordulás. De ez a dolga ennek az időnek. A Plutó korszakáról az az utóvajgó nem engedi azt, hogy ne derüljön ki minden. Minden kiborítva. Úgy, hogy minden fény derül. Hát mostanában sok mindenre fény derül. Ki kit akar, hol, merre, miért, úgymondva megszólni, esetleg bántani, olyan védjegyekkel ellátni, ami nem illik rá, vádaskodásokat lehet hallani, de azért mégiscsak vagyunk.
Kellene, csak én nem értek hozzá. Úgy, mint ahogy a falusi ember ért. Várom azt, hogy ez az ember meggyógyuljon, akivel az a baj történt, hogy a stílfűrész az erdőn a télen neki ugrott az nyakának. Majdnem meghalt. De vannak csodák. Az ember beljebb volt az erdőben, és kiabált, megcsúszott, és kiabált. Többiek oda mentek. Egy öreg moszkvicsa, két falu béli ember lelépte egészen az útig, közben szóltak az orvosnak, az jött a mentővel, és volt egy traktoros, aki olyan-olyan részeg volt, hogy belemert nyúlni abban a nyílt sebbe és elfogni az összeset. Meg is mentette ennek az embernek az életét, akinek aznap volt a születésnapja. Születésnapján 5 liter vért vesztett, annyi van egy embernek, megkapta másikat, és már otthon van Pázmándor, már otthon van, túlélte a dolgot. Az volt az első szava, amikor magához tért, az benne a kórházban, jányához, megellettek már a nyulak. Ez az életi akarás, nem azt mondja, jaj, sopánkodok, mi történt, levágtam a fejemet, megellettek-e már a nyulak. Az élete foglalkozik, nem az, meg is marad, és élni fog. Nálunk ő nyúlhat a fákhoz, ő szokta metszeni, mindig ott vagyok mellette, és szedem össze, ami leesik, és mindig mondja, hogy Bégla bátyám, már maga is tudja, annyit átik mellettem, hogy melyik az ott betermő, melyik az, mennyit hagyok belőle, hogyan, nézzen ki úgy, mint egy kéz, fölfelé kéri a napsugarat. Szoktam mondani nékem, de én nem merek hozzáfogni. Nem merek, még mindig merek. Mert hiszek benne, hogy jön az én lincém és a lincer. Úgy megvágja a fákat, úgy nyesi, hogy az mindig is nem. Hát, várok rá!
1970-es években valahol ott 77 környékén született ez a dal. Akkor egy négy tagú volt az Olcsvai együttes, a trióba pluszban még egy Csurgai Attila nevezetű dobos is belefért. Jártuk az országot, sőt a világot, Lengyelországba csuda turnékon. Jó szóltunk. Jó, ott rég volt. Az egy nehéz időszak volt. Mi életünkben Illés Lajos akkor próbálkozott az új Illés együttessel. Nem úgy álltak a csillagok, hogy a történelmi helyzetben nekünk akkor olyan legyen. Nem panaszképpen mondjuk, de akkor változott a világ. Akkor kezdett lemenni a pincébe a muzsika. Pincébe a diszkoklubokba. Elkezdett villózni, és ment a tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Szóval elindult ez a döngölde, és akkor nem éppen azzal foglalkoztak a kiadók, hogy ilyen muzsikálni szerető megszállottak a dalait forgalmazzák. Hát megjelent ez egy kis lemezem, nem tudom hány darab a fogalmam sincsen. Mostanában is kapok ilyen kimutatásokat, többbe kerül szerintem a papír, mint amivel dolog kijön, de hát ez a bizonyos szerzői jogvédő hivatal, ez egy nagyon nagy szép ház. Ha valaki nem tudná, megnézheti, szép nagy üvegpalota. Nem cifrapalota, üvegpalota, ott a Márvány utca sarkán, Mészáros utca, ott ahol az a Nomok út van, a déli pályaudvarnál ott magaslik, ott gyűjtik össze a jogokért járó díjakat. Hát, gyűjtik, folyik bé, folyik ki. Ott én mindenféle, nem ismerem annyira, mert nem nincs velük dolgom. Csak akkor, amikor a saját magánkiadásban megjelenő lemezeinknek a bejelentési kötelezettségének teszek eleget, hogy Cipó Tibor, a mi kis basszusgitárosunk, aki amúgy hangsokszorosítóban, jól mondom? Mi a Tibinek a foglalkozása? Sokszorosító? Mások? Talán ilyen CD üzem. Kicsi CD, nem ő kapja meg az engedélyt, hogy gyártsuk a lemezeinket. Sokszor mondom előadások, hogy ne keressék a boltba a Tolcsvai lemezeket, mert nem lehet kapni. Még az sem, amit a hanglemezgyártó vállalat adott ki. Egyszer nagyon-nagyon régen, én ugyanezt a mondatot mondtam az Erkel Színház színpadán, és két napra rákaptam egy levelet Dr. Állős Pétertől, hogy vállalatunkat tett sértő kifejezésen miatt a következő lemezének megjelenését bizonytalan időre felfüggesztem. Mert ezt mertem mondani, hogy nem lehet kapni a boltokba, mert elfogyott. Nem azért, mert nincs, hanem azért, mert elfogyott. Ki így érti, ki úgy érti. Ez a mostani muzsikáinkat pedig, az csak a helyszíneken. Itt is lehet kapni Tolcsvai CD-t, ha valakinek van rá igénye. De most akkor menjünk el olyan országba, ahol minden rendben van. Na, hogy is van ez? Thank you.
Hiszen ő lóháton megtette Budapesttől Kazaksztánig ezt az utat, amelyről esetleg ez a dal is származik. Hiszen onnan félút voltán, amit tudunk biztosan, hogy ott meglelték ezt a dalt. De lehet, hogy még messzebbről. Van öt hang a világon, ez a bizonyos öt hang, ami a mi népzenéknek az alapja, meg sok-sok régi ősi népzené. Vagy egy nép voltán valaha, ugyanaz az indián, ott fenn Észak-Amerikában, vagy ugyanaz a japán, vagy ugyanaz a kínai, vagy ugyanaz a kazak, ugyanaz a türkmén, ugyanaz a baszk, vagy a perui. Igen, a dallamok összekötnek, ugyanaz az öt hang, mindenhol, sőt, még a motivumok, hímzéseken, ruhákon, viselkedésekben, mind-mind hasonlítanak. Hasonlítanak, és talán még azonosak is. Én hiszek abban, hogy egy hely volt, egyetlen egy hely, ahonnan valahonnan, valamikor valakik létrehozták azt, amiben mi élhetünk, az életet. És ezt az életet, ezt a nagy titkot, ezt a csodát mi csak szemlélhetjük. És ha ezen belül rendbe tartjuk magunkat, akkor talán az a régi szüle, az az asszony, az a boldog asszony, még ránk is tekint. És akkor a mi életünk még boldogabb lesz. Mert ez a boldog asszony akkor boldog, ha látja a gyermekeit örülni. Csak a gyerekek nem akarnak örülni olykor. Nem teszünk meg mindent érte, de vannak, akik elszántak, és csak azért is lóhátra ülnek, és megpróbálnak elmenni a tündérek útján, hogy hírt hozzanak távoli okonainkról, távoli helyekről, amiben saját magunk is megmerítkezhetünk. Hát én így várom Csemeszfarkas barátomnak az előadását, és remélem, hogy kentek is nagyon-nagyon érdekes előadást fognak hallani. Itt a híradónak vége, máig egészség.